lesz nyarsalás először, utána sertéspörköl tésztával, kovászos uborkával. Sütés-főzés is szerepelt a programban az Uzsozsiló Tiszta Szív Oktatási Kulturális Közhasznú Egyesület által szervezett szombati családi napon, a zagyvapálfalvai Gerelyes Endre Művelődési Házban és annak udvarán. Most egy családi napon veszünk részt, itt vannak a gyerekek, számára különböző programok vannak szervezve, pingpongozás, társasjáték, tollasozás és ilyen jellegű sporttevékenységek. Az egyesületnek köszönhetően az utóbbi időszakban újra élettel telt meg a sokáig hányatott sorsú, az önkormányzat által tavaly felújított közösségi tér, többek között egy tanodát is működtetnek itt a hátrányos helyzetű gyermekek számára. Itt a tanoda, a számítógépek itt vannak, 30 gyerek jár nap, és 4 tanár foglalkozik minden nap. Hát tulajdonképpen arról van szó, hogy amit ott az iskolában nem tudnak megtanulni, vagy a szülők nem tudnak segíteni a gyerekeknek, akkor itt a tanárok ezzel így segítenek. Az épület a tanoda mellett is több lehetőséget nyújt a különböző korosztályok kikapcsolódására, a kisebb gyermekek számára berendezett szobáktól egészen a konditeremig. A házban természetesen rendezvényeket is tartanak, és nem csak az üzemeltető egyesület által, hiszen a Gerelyes más civil szervezetek és közösségek számára is nyitott. Hogyha megkeresnek valami programmal, vagy igénylik, van egy például civil szervezetek is vannak, nyugdíjasok, akiknek már most nőnapkor is volt itt egy rendezvényük, és most is azt hiszem szeptember valamelyikán lesz egy rendezvény. Fiataloknak, civil szervezeteknek, hogyha igény van rá, akkor rendelkezésükre tudjuk bocsájtani az épületet.